A hagyományokhoz hűen immáron több mint egy évtizede kiemelt ünnep a Katalin nap, amelyet a fehérváriak a Fertályos asszony Kocsis Balázs alkotta szobránál köszöntenek. A műsort a Tilinkó zenekar és az Albarégia táncegyüttes szenior csoportja szolgáltatta, az eseményhez illő harapnivalóról pedig a Hagyományos Piacokért Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesülete gondoskodott. A találkozón Földi Zoltán Felsőváros önkormányzati képviselője köszöntötte a Katalinokat, majd Varga Tamás országgyűlési képviselővel egy-egy szálvirággal kedveskedtek az ünneplőknek. Katinyéni, azon túl, hogy a Katalinokat ünnepeljük, azért még egy nagyon míves emberi formát is számunkra nyújt, egy olyan kultúrával, egy olyan hagyományőrzéssel megspékelve a városunkba, ami arra emlékeztet bennünket, hogy a munkába vetett hit miről is szól igazán. Miről szólt ez 100 éve, miről szólt ez 50 éve, miről szól most, és mindenképpen azt kell elmondani, hogy miről fog szólni 50 újabb 100 év múlva, mert azt gondolom, hogy a munkába vetett hittel, a becsületes munkával lehet csak elérni az ember életében sikereket, és kellenek ehhez a megfelelő áldozatok. Én azt gondolom, Katinyéni ezt üzeni számunkra. Egyetemi és önkormányzati vezetők, diák önkormányzatok képviselői vettek részt Székesfehérváron a Nemzeti Ifjúsági Tanács Prime programjának nyitó rendezvényén. A projekt célja, hogy az egész diák önkormányzati rendszer megújuljon, nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében. Komplex szolgáltatási és képzési rendszert szeretnének kidolgozni, nem csak a diák vezetők, hanem a diák önkormányzatokkal foglalkozó pedagógusok és az önkormányzati ifjúsági referensek számára. A programban résztvevő 9 partnerrel közösen aláírták azt az együttműködési megállapodást, amely meghatározza a következő időszakot. A projekt 2023 első felében felkészítéssel indul, a megvalósítás 2 éven belül várható. A programban részt vesz többek között a Pécsi Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Felvidéki Selyen János Egyetem. Alapvetően azt gondoljuk, hogy a diák önkormányzatiság, mint intézményrendszer, a középiskolás korosztály számára egy nagyon jó demokrácia gyakorlat. Alapvetően megtanulnak a fiatalok demokratikus módon működni, önszerveződésben gondolkodni, illetve saját érdekeik képviseletét tanulják meg nagyon fiatalon, és azt gondoljuk ahhoz, hogy tudatos állampolgárrá váljanak majd a felnövekvő generációk, ez egy nagyon-nagyon jó tanulási lehetőség. Immáron több mint egy évtizede szervezik meg az ökumenikus adventi jótékonysági estet, amelyre idén december 3-án pénteken 18 órától kerül sor a Szent István Művelődési Házban. Előtte a hagyományokhoz hűen adománygyűjtést szerveztek a moldvai csángó magyarok részére. A felajánlásokat Deák Lajosné önkormányzati képviselő támogatásával a Hírlap főszerkesztője Nagy Zoltán Péter szállítja Pusztinába és környékére. Székesfehérvár a történelmi voltjában is fontos, hogy ott álljon a határon túl a magyarság mellett. Nagyon fontos Pusztinában, hogy a gyerekek megkapják ezt a kis ajándékot, hiszen minden fehérvári család benne van egy-egy dobozba. A szeretetüket, az együttérzésüket küldjük el. Ezek a gyerekek, akik megkapják az ajándékokat, Pusztinában fognak érkezni a magyar házba, illetve a szorványságban fogják megkapni a magyar gyerekek. Nagyon számítanak rá, nagyon fontos, hogy ott legyünk. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is részt vegyünk az életükbe. 10. alkalommal várták az ingyenes urológiai szűrésre a férfiakat a Család és Nővédelmi Központban. A város 2011-ben szervezett először szűrőnapot férfiaknak. A cél azóta is ugyanaz, a prostatarák szűrésének a fontosságára hívják fel a figyelmet, megerősítve, hogy az idejében felfedezett daganatos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható. Keresztúri Lászlóné, a Humán Szolgáltató Intézet vezetője, fontosnak tartja a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt. 2011 óta a COVID miatt maradt ki csak egyetlen egy év, amikor nem volt férfi szűrőnapunk. Az eleinte, tehát 2011-12-ben alig tudtunk összevadászni 30 úriembert, hogy megszűrjük őket. Most viszont folyamatosan nagy az érdeklődés, már október elején kapjuk a telefonokat, hogy de mikor lesz, hogy lehet-e bejelentkezni, mikor lehet, és most is 100 úriembert fogunk megvizsgálni, vagy fognak az orvosok megvizsgálni. Advent első gyertyalángja legyen ma a béke, apró gyermekszívek szép reményű éke. Kun Magdolna soraival invitálták meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete hagyományos betlehemi szépcsillag pályázatának megnyitó ünnepségére mindazokat, akik hallgattak a hívószóra és alkotásaikkal idén is hozzájárultak az adventi ünnepkör megható pillanatainak felidézésével, a karácsony méltóságának megőrzéséhez. A kiállítás megnyitóján Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte a pályázat kézműveseit, majd Szenci Jánosné, az Egyesület elnöke elismeréseket adott át a gyermek és a felnőtt alkotóknak.
20. éve rendezzük meg ezt a betlehemi szépcsillag pályázat és kiállítás, és azon gondolkodtam, hogy hát azok a gyerekek, akik 20 évvel ezelőtt pályáztak, azok ma már felnőttek. Úgyhogy én csak bízni tudok abba, hogy hát majd az ő gyerekeik is követik a szüleik példáját, és 20 év múlva ismét ennyi sok szép anyag fog itt összegyűlni a művelődési házban. 53 alkotás érkezett, a fele gyerekalkotás, fele felnőtt alkotás, vannak benne érdekességek is, gyerekeknek nagyon aranyos kis betlehemei, felnőtteknek pedig egész komoly munkái.